Szevasztok nézők! Peace! World Peace! Erre van egy nagyon jó viccem. Microsoft Office World Peace. Mekkora poén? Én találtam ki. Na, képzeljétek el, hogy ez gyerekek, nem ez a labda. Ez a videó, a 100. videó a csatornámon. Hát nagy cucc, mit ne mondjak. Ezért megeszem ezt a labdát. Lenyelni nem nyelem, nem, mert meghalok. Nagyon rossz íze van. Valaki kér? Nazdani nyálas. Jó, hagyjuk az ilyen témát. A 100. videóra azt terveltem ki, hogy érdekességeket olvasok fel. Bár ezt egy Facebook oldalról teszem, nem mondom meg a nevét, mert nem reklámozok semmit. De nagyon érdekes dolgok vannak benne. Várjatok. Várjatok, mert keresni kell. Finomabb az étel, ha más készíti. Ez egy nagy igazság. A női bugyikat többnyire férfiak tervezik. Hát te egyértelmű. Hát a férfiak azt szeretik, ha olyan bugyi van a nőn, amit ők szeretnek, nem? Na, de ebben nem menjünk bele. Az űrben is szavazhatnak az oroszok. Hát gyönyörű. Hát gyönyörű. 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 Felmérések szerint a világon az egyik legismertebb filmhős Darth Vader. Jó van. Én Vin Dieselt szeretem. Ott kemény, mekkora mellei vannak gyerekek. Azt, hát mindig lájkolva van az oldalam, és mindig jön a posztol a Vin Dieselkém. A micsoda? A rajongói oldala, és nagyon durva. Nagyon durva ő a példaképen a mellizmon túl. Ő a példaképem. Olyan mellem lesz, mint neki. Az emberi hülyeségnek csak alsó határa van. Az országház 40 millió téglából áll. Miket meg nem lehet tudni? Szingapúrban átlagban 6 családból 1 dollármilliómos. Gyerekek, go Szingapúr. Nagyon menő. Ha lefekvés előtt sajtot eszünk, az segít jobban aludni. Na. Olyan nincs, hogy valami nem sörnyító. Az Apple logóját a Fibonacci számsorozat alapján készítették. Fibonacci! Mi? Nem is Fiba, Fibonacci. Nem tudok angolul. 750 kiló marihuánára lenne szükség ahhoz, hogy túladagold magad. Amúgy ez teljesen szervezetfüggő, szóval ez hülyeség. A pénz nem boldogít, csak ha van. Istenem. Na mindegy, ez nem nagyon érdekes ez a téma, szóval már meguntam. Inkább beszéljünk arról, hogy 2 hétig nem leszek gyerekek, mert nyaralni megyek. De ezt már elmondtam az egyik videóba. És esett a játékom. Szóval azt szeretném mondani, hogy köszönöm szépen, hogy néztek. Elviselitek a hülyeségeimet, vagy ha néha tudok valamibe segíteni, vannak ugye komolyabb videók is, annak nagyon örülök, hogy hát nem lehet mindig olyan videót csinálni, hogy mindenkinek tetszeni, ugye? De igyekszem azért jó példát mutatni azzal, hogy nem beszélek csúnyán a videóimba, akkor értelmeseket próbálok mondani. Úgy hülyéskedek, hogy azért ne bántsak meg másokat, mert ugye volt már rá példa, hogy sajnos én azt hittem, hogy vicces, de másnak ugye nem volt vicces, ezt is igyekszem elkerülni. Legalább még egy 10, 20, 30, 40, 50 évig terve van a videózás, ha meg nem untok. Szóval nagyon szépen köszönöm, és még holnap, meg szombaton lesz egy videó, azután elutazom. Na, köszönöm szépen, vigyázzatok magatokra, sziasztok!